Attila és Pierre Blanchard Cvetkó Sándor főszereplésével bemutatjuk a Bűn és bűnhődés című filmet. A film Dosztojevszkij regény alapján készült. Magyar hangok: Örkényi Éva, Horkai János, Szabó Zsuzsa, Nyírő Beáta, Csénémet Lajos, Szokolai Ottó, Varga T. József. Magyar szöveg Elekes Imre, hangmérnök Zombori László, rendezőasszisztens Győrváry Judit, vágó Talpas Iván, gyártásvezető Miklai Mária, szinkronrendező Tomas Evics Zorka. A filmet rendezte Pierre Chenal, forgatókönyv Marcel Emé, zene Arthur Honegger. A szinkron az MTM kommunikáció megbízásából készült, a Stúdió 1 közreműködésével a Videovox Stúdió Kft. Műtermeiben. Vajon megmerem tenni? Katyerinának ma jár le az áloga. Kíváncsi vagyok, hogy biztos, hogy nincs pénze. A harmadszor is elvesztette az állását, és újra elkezdett inni. Az engem nem érdekel. Kérjen kölcsön. Ha ma nem tud fizetni, kénytelen vagyok eladni az álogát. Az az utolsó ékszere álljóna. Talán várhatnál még egy... Egy szó sem lehet róla. Ha rajtad múlna, mi már rég tönkre mentünk volna. Igen. Ha nem fizet, az ékszer az enyém. Ezt ő is tudja. Semmije sem maradt. És az a sál, azt hiszed nem tudok róla? A sál, amelyikben valaha a kormányzó báján táncolt. Én viszont soha nem táncoltam semmilyen bálon. Mégis én hitelezek Katyerinának és a többieknek mind. Na, gyerünk, indulj már. Ha más nincs, hozz el a sálat. És a kamat 1 rubel 3 kopejka. Üdvözlöm. Mondja csak, Lizavéta, a nővére otthon van? Tudja jól, hogy soha nem megy sehova. Ja, valóban. Elnézést. Raskolnikov vagyok. Ki? Nem emlékszik rám? Jártam már itt. Ó, igen, emlékszem már. Úgy egy hónappal ezelőtt, ha nem tévedek. Pontosan. És most is hasonló dologban jöttem. Kerüljön beljebb. Volt még 3 rubel a fiókban. Elittad, mi? Tolvaj! Az utolsó kopejkáig.
aztán nyomorul, te! Mind elittad! Ő rájuk nem gondolsz, a gyereke ide? Éhen halnak! Szervusz, Lizabéta! Szervusz, Szonya! Katerina Ivanovna Aljuna küldött a pénzért, amivel tartozol neki. Pénzért? Honnan vennék én pénzt? Láthatod, hol a pénz? Aljuna gazdag. Megkérheted Lizabéta, hogy legyen egy kis türelemmel. Én megpróbáltam, de reménytelen. Lelkemre kötötte, hogyha nem tudsz fizetni, vigyem el a sáladat, és... Mit? A sálamat? Mit képzeltek ti? De Katerina, ne őt hibáztassa. Melyik sál? Az, amelyiket akkor hordtam, amikor apám még udvari tanácsos volt, amikor még a kormányzó nemesköreihez tartoztunk? Nem mindig voltam én egy részeges felesége. Előbb halnék éhen, mint hogy a sálamat odaadjam. Értse meg, hogy erre én csak... ne is lássalak! Igazságtalan Lizavétával szemben, Katerina. Te hallgass! Naplopó. Én naplopó? Megmondtam már, hogy mi a kötelességed. Katerina, azt képtelen vagyok megtenni. Ne félj annyira tőle. Mindent meg lehet szokni. Apátyuska, ez aztán nem sokat ér. A múltkor is két bankócskát adtam a gyűrűdre. És az ékszerésznél újonnan megkapni másfél rúbelért. 4 rubelt adjon rá. Kiváltom, apai örökség, nincs szándékomban itt hagyni. Kapok pénzt hamarosan, ki fogom váltani. Megfizetem a kamatot is. 1 rubel 50 kopejka, és a kamatot előre levonom. Csak 1 rubel 50 kopejka? Többet 1 kopejkával sem. Na jó, adja ide. Kérem az órát. Várjon meg itt. Tessék, bátyuska, ha rubelenként havonta 10 kopejkát számítunk, a másfél rubelért jár nekem 15 kopejka előre. A múltkori 2 rubelért is jár még 20 kopejka. Ez összesen 35 kopejka. Marad összesen 1 rubel 15 kopejka, tessék. Csak ennyi? Semmivel se több. Lehet, hogy a napokban még egy zálogtárgyat hozok magának Aljona Ivanovna. Ezüst tárgya. Egy nagyon szép cigarettatartó. Erről majd akkor beszélünk, bátyuska. Na látod, az az Aljona tényleg egy ronda féreg. Ha egy ilyet meg tudnál ölni, megszabadíthatnád a világot egy hitványtól, egy szörnyetektől, egy tájoktól, egy parazitától, egy kártevőtől. És mondd csak, miért nem teszed el láb alól te a vénasszonyt? Hm? Hogy miért? Mert gyáva vagyok. Mert a lelkiismeretem nem engedi, mert félek az igazságszolgáltatástól. Sst, ne is beszélj nekem az igazságszolgáltatásról. Hol van az igazság? Adj inkább kölcsön 5 rubelt. 5 rubelt? Megőrültél? Tudod jól, hogy nincs pénzem. Még hogy nincs pénzed? Akkor mit kerestél tegnap Aljónánál? Fogadok, hogy zálogba tettél valamit. Tudod mit? Nem is kell. Holnap 6-ra várom a barátomat, aki remélhetőleg megadja a tartozását, és akkor vége a nélkülözésnek. Tessék, te jössz!
Fogadok, hogy zálogba tettél valamit. Tudod mi? Nem is kell. Holnap 6-ra várom a barátomat, aki remélhetőleg megadja a tartozását, és akkor vége a nélkülözésnek. Miért alszod itt egész nap? Jobban tennéd, ha munka után néznél, hogy ki tud fizetni a lakbért. Már 3 hónappal tartozol. Beteg vagy, vagy mi van veled? Kérsz teját? Legalább egy falatot egyél. Jó, jó, tedd már le, és eredj innen. Thank you.
Jó napot, Aljona Ivanovna. Mit akar? Elhoztam, amiről beszéltem. Menjünk közelebb az ablakhoz. Ki maga? Mi van, nem ismer meg? Elhoztam a tárgyat, amit a minap említettem. Miért néz ilyen gyanakvóan rám? Nézze meg, kérem, bontsa ki! Ne haragudjon, de sietek. Csak lassan, csak lassan. Miért? Egy ezüst cigarettatárca. Remeg a keze, talán beteg? 3 napja nem ettem. Mintha nem is ezüst lenne. Túl könnyű. Miért kellett ezt ennyire becsomagolni?